mai célpont az tulajdonképpen a Besztercen-Aszód megyei magyar és szász kulturális értékeknek a megtekintése, emlékhely, hát ami belefér egy ilyen 400 kilométeres útba. Az útvonal a következő, tehát végigmegyünk a Marosvörgyén, akkor Szászrégen után majd eltérünk Beszterce felé, érintjük Tekét, meglátjuk, hogy ha úgy haladunk, akkor esetleg itt a Tekén a központban meg lehet nézni a 13. századi evangélikus templomot. Aztán nagyon sok baleset volt, halálról végződő baleset, és aki ezen itt a kő mellett el tudott menni, a tutajait elvitte, akkor aztán már tovább déváig semmilyen természetes akadály nem volt. Amúgy az egész vidék az a, itt jövünk le a Natura, a Nemzeti Természetvédelmi Parknak a része. Terés, ha jól mondom, 138 ezer hektár, ugye? Most észak-észak-nyugat felé fordulunk, és a Marosnak két mellék vize mentén ezt fogjuk átszelni, a Luc-patak és a Ludwig-patak vízgyűjtő területét. Az egyik a Kelemenből ered a Kofa csúcsáról, a másik pedig a Ludwig az Északabról. Így Beresztelkén egyesülnek, majd aztán Maros-Sárpatakon belejönnek a Marosba. Tehát ezen a részen megyünk át. Ez, amit a mezőségnek is neveznek, valamikor nem volt ez a neve. Tehát ez a Szamos, Maros és kis részt az Aranyos által behatárolt, mint egy 6000 négyzetkilométer terület. Nem mezőség volt, hanem itt kompakt összefüggő erdők voltak, de a 17. században, főleg Bethlen Gábor és Rákóczi alatt Erdélyben nagyméretű várépítés, erődítményrenoválás kezdődött és az erdőket kiirtották. Annyira, hogy nem tudták magukat regenerálni, a talaj az erodálódott, terméketlenné vált. Gondolatot nagyon sok, azt hiszem még erről volt szó, hogy mit mond Vasalbert a mezőség. Így szól. Tudom, hogy a mi dombjaink nem szépek, kopárok, hajlottak, szürkék. Olyanok a völgyeink is, mintha örökös hétköznap lenne az életük. Nem is lehet határozottan tudni, hogy hol kezdődnek és hol végződnek. Ez a vidék nekünk mégis szép. Furcsa ez és idegen előtt érthetetlen. De aki sokat van itt, megérzi hamar, hogy valami van a levegőben, valami van a dombok hajlásában, ahogy puhán és szeliden egymásra borulnak a látóhatár alján. A tavainkban van valami titokzatos, amikor az alkonyodás, táján ezüstös párát lehelnek, és a nádasok susogásában ezért is moccanás vegy. Van valami furcsa, megnyugtató varázsa annak, ahogy a dombokról visszatűz a napfény, ahogy a csend ezért is zajából összetelődik, amikor a sát és rétjeinken megszólalnak a békák, mezőnken cirípelnek a tücskök. Egy-egy marha elbődül valahol, távoli tanyán rúgott egy kutya, és messziről jövő, messzire menő országúton porhe felhőt kavar egy áthaladó gépkocsi. Na, érdemes ezt megnézni legalább kívülről. Most vagy egy nagyon leromlott állapotban van. Vannak tervek a feljavításra, de bent is a belső rész tönkre van menve, padozat fel van szakadva. Na, meglátjuk. Aztán Harinán állunk meg, ahol megtekintjük az Árpád-kori evangélikus templomot. Nagyon szép, szinte ritkaság, hogy ennyire megmaradt eredeti formájában, persze nagyméretű feljavítások.
mondjam el, hogy ez a, tehát a kirándulásnak az egyik célja ez is, ez a Kerlési mező. Tehát valamikor itt, amit látok jobbról balra, itt volt Szent Lászlónak 1068-ban egy nagy ütközete a kunokkal, a keletű borgói szorosverő betörő és fosztogató kunokat itt szétverte testvérével, Gézával, akkor ő még nem volt király, Salamonési Kerelői domb, Kerlési domb, vagy mezőnek az egyik kiemelkedő a cserhalom, ott oda fogunk most menni, ahol van az emlék. Cserhalmi ütközetben teljesen megsemmisítette a magyar sereg a kun sereget. Na most már ugyancsak a történelmi valóság, a történelmi tények kimondják azt is, hogy tulajdonképpen a cserhalmi győzelme abban az időben az egész Európa keresztény, akkor már keresztény Európa, a kereszténység győzelmeként könyvelte el a pogány világ felett. Összefogásban, összetartásban, egységben az erő. Magyarul tartsuk össze. Ezt üzeni a Cegőtelkén felállított 9 méter 30 centiméter magas kompozíció. Erdély egyik legmagasabb emlék. Megérkeztünk Somkerékre, nagy község, elég jelentős magyar közösséggel. Választással is székszerűen. A község környéki Som erdőkről kapta nevét, és akkor itt vár Felszeg Imre, tiszteletes ura, aki bemutatja ezt a nagyon érdekes, de nagyon régi templomot. Következtetni az 1200-as évek közepén kezdik el az építését, természetesen katolikus templomban.
Gondolom, hogy pityóka, de... Jól mondja, nagyon jól. Nálunk pityóka aztán.